A kerületben a közfoglalkoztatást a Városgazda 18. kerület non-profit ZRT szervezi, veszi fel és foglalkoztatja a különböző szervezetekben a jelentkezőket. Az erre vonatkozó pályázatokat és a teljes adminisztrációt is a cég végzi. Tavaly 292 ember került a programba, szerződésük lejárta előtt közvetlen vezetői értékelték munkájukat. Ennek alapján 2012-ben közel 60 ember kapott értesítést arról, hogy a Városgazda non-profit ZRT tovább foglalkoztatná őket. Többségük a felajánlott lehetőséget elfogadta. Korban olyan helyekre szoktunk, illetve vettünk fel korábbi közfoglalkoztatottakat, ahol nálunk is hiány volt. Jelesül feltöltöttük a tavalyi év végén az összes olyan mélyépítési munkahelyet, ahonnan korábban nagy számban távoztak munkavállalók más állásokba, illetve a sport és rendezvény divízióba is több kollégát vettünk fel. Ők elsősorban az intézmények gondnoki és karbantartói munkáit végzik el. Éles Orsolya jogi adminisztrátorként dolgozik a kerületi cégnél, 10 hónapja volt munkanélküli, ezért jelentkezett a közfoglalkoztatási programba. Munkája értékelése után felajánlották neki a továbbfoglalkoztatást. Reménykedtem és nagyon igyekeztem, hogy megelégedjenek velem és hogy elfogadjanak. Hát dolgoztam sokat, úgy érzem. Az idei év közfoglalkoztatási programjának pénzügyi keretei még nem ismertek, február 2. felében indul az új projekt.